2-2-es vereséget szenvedtünk, mindvégig volt esélyünk a döntőbe jutásra. Hogyan érzed belülről, milyen volt ez a mérkőzés? Első fél időben fölülmúltak minket, de Sanyi bácsi föltolt minket 10-re a másik fél időben. Az egész csapat azt hiszem büszke lett a másik fél idő teljesítményre, megtettünk mindent, nem sikerült elni, és ezt nagyon-nagyon sajnálom. Szerintem az egész csapat is, és köszönjük az embereknek, akik értünk szorítottak otthon, sajnáljuk, hogy nem tudtunk bejutni a döntőbe. Úgyhogy ez a másik fél időben mindent megtettünk ezért. A szokásosnál egy kicsit fáradtabban kezdtük a meccset, közrejátszik ebben talán az is, hogy Komán Vladimir ezúttal nem volt a pályán. Hát a nem is szerintem tudatalanod biztos, de a más, hát nem hiszem, hogy a volikán, ez rajtunk múlott, az első fél időben elrontottuk a meccset, én úgy gondolom. Nagyon nehezen tudtunk visszajönni, a harmadik góljuk egyáltalán nem volt benne a meccsbe. Én azt hittem, hogy 2-1-re meg tudjuk fordítani a meccset, legalább egy hosszabbítást ki tudunk csikarni, nagyon-nagyon sajnálom, ez nem sikerült. Az első gólunk előtt csináltál egy gyönyörű csert, és volt egy gólpasszod, voltak még sikeres cseleid. Látunk ebből a bronzmérkőzésen is? Hát, hogy Sanyi bár berak, akkor mindenféleképpen mindent meg fog tenni azért, legalább hogy harmadik helyezést elérjük. Én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon szép eredmény lenne, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, de még egyszer mondom, mert nem vagyunk szomorodva. A csapat összes tagja nem sikerült bejutni a döntőbe. Gratulálok és köszönöm szépen! Egy kicsit természetesen mi is szomorúak vagyunk, de mondom,